Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Új csarnokot adtak át Bonyhádon, tovább bővül az ipari park. Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligenciában, rendhagyó jogi konferenciát tartottak Szekszárdon. Elkészült a bekötő út, átadták a Grábocot és Szálkát összekötő szakaszt. Gondos gazda, virágos porta, idén is sokan jelentkeztek a megmérettetésre. €130 millió épült, mintegy 500 négyzetméteres csarnokot adtak át Bonyhádon. Ezzel tovább bővült a helyi ipari park. A beruházást az acélcsarnok szerkezetek gyártásával foglalkozó cég pályázati támogatásból és önerőből valósította meg. Új 500 négyzetméteres csarnokot adtak át a Bonyhádi Ipari Parkban. Az idén 25 éves acélcsarnok szerkezetek gyártásával foglalkozó cég pályázati támogatásból és önerőből valósította meg a mintegy 130 millió forintos beruházást. Azt mondom, hogy egy mai igényeknek mindenben megfelelő csarnokot tudtunk építeni. Úgy érzem, hogy a termelékenységünket is növelte, ezáltal az árbevételünket is, de inkább azt gondolom, hogy gyorsabban és minőségibb terméket tudunk gyártani ebben az új csarnokban. Filoné Ferenc Ibolya úgy fogalmazott, hogy az önkormányzatnak alapvető érdeke, hogy Bonyhádon minél több vállalkozás települjön le, vagy a már meglévők tudjanak fejleszteni, hiszen azon túl, hogy munkahelyeket teremtenek a helyiek számára, az iparűzési adóból keletkezett bevételeket közjóléti célokra tudja fordítani a városvezetés, mondja a polgármester. Mi tudatosan hosszú évek óta, mondhatom már, hogy évtizedek óta építjük és bővítjük ezt az ipari parkot. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy hol állami forrásból, hol pályázati forrásból, hol a cégekkel közösen, akár közös új céget alapítva, mind jelen esetben is a BIP Kft. Egy közös önkormányzat, többségében, 51%-ában önkormányzati tulajdonú cég, de négy másik vállalkozással együtt alapítottuk még 2016-ban, annak az érdekében, hogy az akkori uniós forrásokat közösen meg tudjuk pályázni, és itt ezen a területen az ipari parkot tovább tudjuk bővíteni. A fejlesztéssel ismét gyarapodott a Bonyhádi Ipari Park, amelynek további bővítését stratégiai célnak tekinti az önkormányzat. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe szerdán 0 órakor, ezt péntek éjfélig rendelte el az országos tiszti főorvos Magyarország egész területére. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű, és a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében azt írta, a tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Ajánlásuk szerint a kánikula idején kiemelten 11 és 15 óra között lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, kerülje a szervezetet terhelő fizikai munkát, ezen kívül javasolják a napi többszöri langyos vizes zuhanyozást. A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szüksége a szervezetnek, ezért fokozottan figyelni kell a folyadékbevitelre is. A kormány gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, csökkentik az áram árát, a vállalkozások egy részénél 200 000 forinttal növelik a szépkártyán adható összeget, továbbá a gyógyszerforgalmazó cégek extra profitjuk felét beruházásra, kutatásfejlesztésre fordíthatja, erről beszélt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Elmondta, a jövő évi büdzsé védelmi költségvetés az a célja, hogy megvédje a magyar embereket. A kormány gazdaságvédelmi akcióterve már idén a második fél évben a gazdasági teljesítmény növelését és az infláció csökkenítését szolgálja. Ismertette, az akcióterv egyik lépése az áramra bevezetett árplafon, amely július 1-től nettó 200 euró per megawattóra lesz egyes nagy hozzáadott értéket termelő szektorokban, így a feldolgozó iparban, a szálláshely szolgáltatásban, raktározásban, szállítási területen tevékenykedő cégek számára. Ezek ugyanis jelentősen befolyásolják a gazdaság teljesítményét és az inflációt.
Rengeteg lehetőség rejlik a mindennapjainkra egyre nagyobb hatással lévő mesterséges intelligenciában, ugyanakkor a technológia komoly kockázatokat is hordoz. Az így létrehozott tartalmak ugyanis nem csak az egyén, de a tömegek befolyásolására, sőt megtévesztésére is alkalmasak lehetnek. Erről tanácskoztak a jogászok Szekszárdon. For instance, they could have me say things like... Részlet egy úgynevezett deepfake videóból. A mesterséges intelligenciával létrehozott kép és hanganyag szinte összetéveszthetetlenül azt a hatást kelti, mintha a korábbi amerikai elnök Obama beszélne. Pedig pusztán számítógépes szimulációról van szó. Az Emmy által generált tartalmak nem csak lehetőséget, hanem komoly kockázatokat is jelentenek. Ezzel kapcsolatban tartott konferenciát a Szekszárdi Ügyvédi Kamara a Tolnai Vármegye székhelyen. Például a felderítést megnehezíti, vagy akár azt gondolom, hogy az egyéni felhasználó, ugye az, aki egy ilyen videót megnéz, és mondjuk egy egészen más véleményt fog hallani, vagy szöveget fog hallani attól az embertől, akitől korábban esetleg homlok egyenest, ezzel ellentétes véleményt hallott. Tehát a felhasználók és a társadalom manipulálására sajnos ezek az eszközök kiválóan alkalmasak. A mesterséges intelligencia nem csak veszélyeket rejt magában. A technológia már most is jelen van az életünk számos területén. Például az új telefonos applikációk közül is egyre több támaszkodik rá. De ugyanígy tesznek a kriminalisztika különböző területein dolgozó szakemberek is, az USA-ban és Kínában. A nyomozás során a prediktív rendőri munkában, tehát a általános bűnfelderítésben mindenféle bűnözési térképeket értelmez, és ezek alapján tanácsol a mesterséges intelligencia beavatkozásokat. A bírósági szakban pedig a döntés előkészítésben, sőt bizonyos szinten már a döntésekben is részt vesz a mesterséges intelligencia. A Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnöke azt mondja, az Emmy alapjaiban változtathatja meg a jogi szakmákat. Én azt gondolom, hogy óriási segítség lesz az ügyvédi munkában. Én egy kicsit plagizáltam ma, és a köszöntő beszédemet megírattam a mesterséges intelligenciával, és ezt természetesen is fogom mondani a kollégáknak, hogy az, amit én most itt elmondok köszöntő beszéd, azt a mesterséges intelligencia írta nem egész 20 másodperc alatt egyébként, és körülbelül egy 10-15 perces beszéd ez. Én azt gondolom, hogy ez a fejlődés, ez egy óriási dolog lesz a mi munkánkban, valamennyi hivatásrendet érintően, tehát nem csak az ügyvédit, hanem akár az ügyészit, akár a bíróit, és a rendőri munkát is nagyon fogja segíteni. Magyarországon egyébként a kifejezetten Emmy által generált tartalmakra vonatkozó jogi szabályozások még nem születtek meg. Azok kidolgozásának előkészítésén viszont úgy tudjuk már dolgoznak a szakértők. Elindult a fiatalkorúak alkoholtermékekkel történő kiszolgálási és értékesítési tilalmának ellenőrzési akciója, írta a közösségi oldalán az Igazságügyi Minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelmért felelős helyettes államtitkára. Kupecki Nóra közölte, hogy a fogyasztóvédelem a vendéglátó ipari egységek és szórakozóhelyek mellett a fesztiválokon és a kulturális rendezvényeken is ellenőriz, hogy betartják-e a 18 év alattiakra vonatkozó kiszolgálási tilalmat. Az alkoholfogyasztás a 18 év alattiakat komoly egészségügyi következményekkel fenyegeti, indokolta az intézkedést, hangsúlyozva, hogy a jövő nemzedékeinek egészségvédelme kiemelt társadalmi érdek, ezért a fiatalok mindennapjait, a fejlődésüket befolyásoló jogszabályi követelmények betartását visszatérő jelleggel vizsgálják. Ünnepélyes keretek között adták át a Grábócot Szálkával összekötő útszakaszt szerdán, az elkészült beruházás mintegy 220 millió forintból valósult meg. Nem lesz többé Zsákfalu Grábóc, ugyanis elkészült a községet Szálkával összekötő út, a beruházással az itt élők régi álmát váltotta valóra a településvezetés. A munkálatok már tavaly elkezdődtek, a fejlesztés közel 220 millió forint pályázati forrásból valósult meg, ehhez szükség volt 12 millió forint önerőre is, amit az önkormányzat egymaga nem tudott volna kigazdálkodni, így a helyi vállalkozók nyújtottak segítséget. Ez nekünk nagyon nagy segítség, az 100%, nem csak nekem, itt a környéki településeknek is megszűnt a Zsák utca település, ugye? Itt az ingatlanoknak, amióta megtudták, hogy ez az út el fog készülni, azóta háromszoros áruk van. Annyira lehet most itt csak sima kopaszt elket venni, mint annó abban az időben egy ingatlant.
úgyhogy csak ennyit már erre az egész. A forgalom megnőtt. A polgármester hozzátette, reméli, hogy az új útszakasszal sokkal több fiatal család választja majd a települést, és várhatóan a turizmus is fellendül. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Ő hozzátette, hogy számos előnye van a bekötő útnak. A csapadékvízelvezetésben ez a vápás jellegű út sokat segíthet, és hát látjuk azt, hogy az idei nyáron ez egy fontos kérdés, lehet, hogy még a mai napon is tud vizsgázni ez a vápás út, hogy hogyan vezeti el a hirtelen nagy mennyiségű esővizet. Úgyhogy én ennek ilyen szempontból is örülök, és hát ha két település ezt kérte, és ez teljesülhetett, akkor nekem képviselőként nincs más dolgom, mint az elképzeléseket támogatni. Grábocon eddig több mint 130 millió forintból valósultak meg fejlesztések a Magyar Falu programnak köszönhetően. A csapadékos időszaknak köszönhetően jelentősen csökkent a pázsit fűfélék pollen szórása június első felében, de a meleg időjárás hatására a pollen koncentráció újra emelkedik. A terhelés jelenleg országosan magas, azonban a következő napokban helyenként a nagyon magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján. Hozzátették, a mérések szerint a pázsit fűfélék pollen szezonja az idén erősebb a tavainál. Allergiás tüneteket okozhat még néhány fa, a hárs, a bálványfa és a szelídgesztenye pollenszórása, és ezek mellett már a legtöbb nyári lágyszárú allergén pollenszórása is elindult. A csalánfélék virágpora országosan közepes és magas koncentrációban van jelen, csúcsidőszakuk július végén, augusztus elején várható. Az útifű és a lórom pollen koncentrációja még jellemzően alacsony, azonban a következő időszakban várhatóan egyre több helyen érheti el a közepes, magas szintet. Az újvári Kálmán sporttelepen tartotta évzáróját a Dombóvári Focisuli Egyesület. Tárnok Zoltán, a csoport elnöke értékelte az eltelt évet, majd Egressi Gáborral és Pintért Szilárd polgármesterrel átadták az év edzőjének, játékosainak, a legjobb kapusnak, a legtöbb gólt szerzett játékosnak járó elismeréseket. A tolnai fásítási munkacsoportnak köszönhetően immár városszerte találkozhatunk kellemes virágos, zöld területekkel, de egyéb programjaiknak köszönhetően is virágzik a település. A fásítási munkacsoport egy éve alakult, és már nagyon szép eredményeket mutattak fel, nem csak a zöldítés terén, hanem olyan dolgokkal is, amik szorosan kapcsolódnak ahhoz, hogy a település még szebb, még élhetőbb legyen. Azt a feladatot vállalta fel, hogy Tolnán is és Mözsön is egy kicsikét átnézi a köztereknek az állapotát, átnézi, hogy milyen virágokat lehetne újfent ültetni, milyen technikákat kéne bevetni, lehet-e változtatni esetleg azon, hogy nem egynyári virágokat ültetünk, hanem kipróbáljuk mondjuk az évelő fajtákat is. A csoport 5 év után újraindította a Gondos Gazda Virágos Porta elnevezésű programját, melynek keretein belül a település lakóit arra ösztönzik, hogy saját kertjüket vagy akár társasházi teraszukat díszítsék fel. A verseny első három helyezettje pénzjutalomban részesül, valamint egy Gondos Gazda Virágos Porta feliratú táblát is kap, amit kihelyezhet a háza falára. 8 ember úgy érezte, hogy ő szeretné megmutatni azt, hogy ő mit alkotott a kertjében, ő mennyire gondos gazda. Mindenkivel egyeztettünk, végignéztük a kerteket, és nagy-nagy csodálattal láttuk azt, hogy az emberek mennyire nagy örömmel vették bele magukat ebbe az otthoni munkába, és mennyire szívesen tesz mindenki azért, hogy a környezete gyönyörű legyen, csodás legyen. Igazi kikapcsolódás volt számunkra is az a nap. A szervezők nagy örömmel nézték a szorgalmas gazdák munkáit, a nap végére pedig meg is született a döntés. Egyébként valamennyi résztvevő emléklapot kap, a díjakat pedig szeptemberben az első testületi ülésen adják át. Fontos, hogy minél több zöld terület vegyen körül bennünket, ugyanis ez hozzájárul a levegő tisztaságához, de még a hőségben is hűvösebb klímát biztosít, mondja a munkacsoport vezetője. Regionális híreink következnek. Kínai sarkot és kínai idegen nyelvi labort avattak, a Konfúciusz Intézet támogatott egy pécsi iskolát. Nyári diákmunka és szabályozás, ismerni kell az adózási feltételeket a NAV szerint.
60 éves a rock legenda Rudán Joe koncerte a Káptalan kertben Pécsen. Könyveket és elektronikai cikkeket kapott a pécsi Bánki Donát utcai általános iskola. Az ajándékot a PTE-LTK Konfúciusz Intézet adta az oktatási intézménynek. Az ünnepélyes átadón az iskola kiemelkedő kínai kultúra és nyelv területén nyújtott teljesítményét elismerte a kínai partner. Az idei tanév rendhagyó módon zárult a pécsi Bánki Donát utcai általános iskolában. A tanévzáró ünnepségen átadták a kínai sarkot és egy kínai idegen nyelvi labort is. Továbbá számos kínai nyelvű tankönyv és nyelvtanulás segítő elektronikai eszközök, mint számítógép, laptop leltek otthonra az iskolában. Az ünnepélyes átadón az iskola kiemelkedő kínai kultúra és nyelv területen nyújtott teljesítményét jelentősen elismerte Mr. Yang Chao, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A mai látogatásnak a célja, hogy erősítsük Pécs városával és Baranya vármegyével való együttműködésünket, főleg az oktatási és kulturális területen. A kínai sarok megnyitásának célja, hogy a magyar fiatalok, valamint egyéb kínai nyelv iránt érdeklődők egyre többen és jobb feltételek mellett tanulhassák a kínai nyelvet. A kínai nyelvoktatás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar hagyományos kínai orvoslás Konfúciusz Intézet támogatásával valósul meg az intézményben. A Konfúciusz Intézeteket azért hozták létre országszerte, sőt lehet azt mondani világszerte is, hogy a kínai kultúrát, nyelvet, egyáltalán ezt az életformát jobban meg lehessen ismerni azoknak, akik értelemszerűen még nem találkoztak ezzel a kultúrával. Nálunk a Pécsi Tudományegyetemen ez a fajta funkció egyel bővült, mégpedig a hagyományos kínai orvoslásnak a terjesztésével is foglalkozunk, illetve az életformának, az egészséges életnek, a kínai életnek a szemléletét is szeretnénk megismertetni. A Pécsi Bánki Donát utcai általános iskola és a Konfúciusz Intézet között az elmúlt 10 évben igen aktív és szoros partnerintézményi kapcsolat alakult ki a kínai nyelvoktatás terén. Először még az ELTE Konfúciusz Intézetével, majd néhány évvel később a Pécsi Tudományegyetem hagyományos kínai orvoslás Konfúciusz Intézetének az együttműködésével valósult meg tulajdonképpen a kínai nyelvoktatásunk, aminek köszönhetően lassan 10 éve tanítunk ebben az iskolában kínai nyelvet, első osztálytól 8. osztályos gyerekeinkig. Jelen pillanatban közel 60 gyerek tanulja a kínai nyelvet, méghozzá olyan sikeresen, hogy többen alap, illetve már emeltebb szintű nyelvvizsgát is tettek ebben a tanévben. A vendégek tiszteletére kínai kulturális műsorral készültek az iskola tanulói. Látványos sárkánytánc és kínai dallamok színesítették az évzáró programját. Egyre több diák vállal munkát a nyári szünidőben, így fontos, hogy ismerjék a rájuk vonatkozó foglalkoztatási, illetve adójogszabályokat, mondja a NAV munkatársa. Ezért minden évben tájékoztatókon ismerteti ezeket az adóhivatal. Megnő a nyári szünetben a munkát vállaló diákok száma minden évben. Azonban rájuk is vonatkoznak az adójogszabályok, erről beszélt a Baranyai NAV sajtóreferenses tábunknak. Egyáltalán kidolgozhat diákként, ez az egyik legfontosabb kérdés. Nappali tagozaton tanuló diák már 15 éves korában is dolgozhat, az általános szabályok szerint 16 éves kortól lehet munkát vállalni. Arra viszont oda kell figyelni, hogy 18 éves korig mindenképpen a szülő beleegyezése is kell a munkavállaláshoz. Azonban a munka megkezdése előtt jelentkezniük kell az adóhivatalnál, hogy a szabályoknak megfelelően kezdhessék el a pénzkereseti tevékenységüket. A legfontosabb az, hogy adóazonosító jellel kell rendelkezni a diáknak, hogyha esetleg nincs neki adóazonosító jele, vagy nem tudja, hogy van, vagy elvesztette ezt az adókártyát, akkor az adóhivatalnál a T34-es számú nyomtatványon lehet igényelni. A leggyakoribb foglalkoztatási forma az iskola szövetkezeten keresztül történik. Ebben az esetben nincs járulék fizetési kötelezettségük 25 év alatt. A jövedelemből 15% adóelőleget vannak le, és a fiataloknak SZIA bevallást kell készíteniük majd. Dolgozhatnak megbízási szerződéssel is, ez egy másik forma. Megbízási szerződésnél arra kell figyelni, hogy két eset lehetséges.
Az egyik esetben, hogyha a minimálbér 30%-át eléri, meghaladja a jövedelem, akkor ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint ha munkaviszonyban dolgozna a diák, tehát járulékot kell fizetni, és az eszi a kötelezettségre a kedvezményt igénybe lehet venni. Hogyha nem éri el a minimálbér 30%-át a jövedelem, akkor a diák nem lesz biztosított, és az eszi a kötelezettségére szintén tudja igénybe venni a 25 év alattiak kedvezményét. A diákok dolgozhatnak még egyszerűsített foglalkoztatás keretében, vagy háztartási alkalmazottként is. A diákmunka feltételeiről, lehetőségeiről Adópercek című műsorunkban beszélt bővebben a NAV munkatársa, de információk kérhetők a témában az adóhivatal ügyfélszolgálatain is. Szabadtéri koncertek kezdődtek május végén Pécsen a Káptalan kertben, június 17-én többek között a magyar rock történelem egyik ikonikus legendáját, a 60 éves Rudán Joe-t ünnepeltük egy különleges koncerttel. A 60 éves rock legenda jubileumi koncertjén vagyunk. Rudán Joe azt mondja, nehéz válogatni egy ilyen alkalomra a dalokat. 40 éve van a színpadon, sok formációban szerepelt már, sok dal születik ennyi idő alatt. Sok jó album készült, ami az én nevemet fémjelzi. Hát próbálok úgy válogatni, hogy ilyen is legyen, olyan is legyen. Tehát legyen egy kicsit lírák is legyenek, rockosabb dolgok is legyenek, keményebb dolgok is legyenek a műsorban. Hát nyilván ez a mai, ez egy Rudán Joe band, ez egy zenekaros, egy rockosabb megszólalást igényel, nem akusztikus, vagy nem olyan, mint a Kodályban, hogy szokott lenni, hogy ott ugye fúvósok, és több esetben itt akár gyerekkóros is szokott lenni. Itt most a rockosabb vonalát próbáljuk megfogni a dolognak, úgyhogy próbálunk kemények lenni, ha már amennyire lehet kemények lenni 60 évesen. 60 éven át életben maradni, felszínen lenni nem kis feladat. Vajon ennek mi lehet a titka Rudán Joe esetében? Önálló szólópályára léptem ugye most már talán 10 éve, azóta jelennek meg a szólóalbumaim, ugye már negyedik jelent meg, és most készülünk, idén is lesz egy 60 éves jubileumi album. Azóta mégiscsak a saját úgymond muzsikánkat vagy zenémet csinálom, addig ugye hát ismert zenekarokban énekeltem, ami nagyon nagy kihívás volt, hozzá kell tegyem, tehát azért nem akármilyen művészekkel és zenekarokban énekeltem, amit köszönök szépen a Jóistennek. És hát meg az akusztikus formációt is próbálom újítani, úgyhogy több lábon állunk. A siker leírhatatlan volt. Június 17-én a magyar rock történelem egyik ikonikus legendáját, a 60 éves Rudán Joe-t ünnepeltük itt egy különleges koncerttel. A Káptalan kert egész nyáron át jobbnál jobb zenekarokkal várja közönségét. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit, még egyszer röviden. Új csarnokot adtak át Bonyhádon, tovább bővül az ipari park. Lehetőségek és veszélyek a mesterséges intelligenciában, rendhagyó jogi konferenciát tartottak Szekszárdon. Elkészült a bekötő út, átadták a Grábocot és Szálkát összekötő szakaszt. Gondos gazda, virágos porta, idén is sokan jelentkeztek a megmérettetésre. Csütörtökre nyugodtabb, zömében napsütéses lesz az idő. A délután folyamán elsősorban az északi középhegység térségében alakulhat ki egy-két zivatargóc. Éjszaka hideg front közelíti meg az országot északnyugat felől. Az ország túlnyomó részén nyugodt, csillagfényes időjárás lesz jellemző. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!